Tényleg bizottságban fogunk beszélni, mondom, a katonai vezetések Szilárd Eskerben. Ő a Szilárd Eskerben, a tanszéken volt a vezetője az EP. Így volt Szilárd Eskerben tanszéken, de még azt hiszem, hogy is a tevékenykedik, és nagy, ugye, az ő tevékenységgel, ezért is sokáig tartottunk igazából, ott csúcsosodott ki, amikor a olimpiai csapatot tudta szervezni korábbi években, és ővelük szervezte az olimpiai munkát. Tehát az régen volt, akkor még megjött. Mit szívestem állat kezdeni? Tehát amúgy most beszélni, de sokkal inkább a Földön jár, nem a csillagok közt, meg a univerzum, hanem itt a Földön. A Szilárd anyagokról fogok beszélni, hogy a Szilárd anyagban milyen rezgések vannak, és ezek a rezgések, mik a következményei, előbb pár dolgot fogok mondani, de főleg azt, hogy egy modellrel hogyan lehet ezt a rezgést szépen látni. Hát akkor... Ja, elnézést. Na, mit nevezünk annak, hogy szilárd anyag? Hát a szilárd anyag legtöbbje az kristályos anyag, és pont a szilárd és fizika nagy tudományát, annak pont az adta a segítséget, hogy a legtöbb szilárd anyag kristályos. Ezek a kristályos anyagokban teljesen szabályos, periódusos rend van, és ez a periódusos rend hát kívülről is látszik. Én itt megpróbáltam ugye ábrázolni egy pár kristályt, ami van, ilyen szép kristály, az első, egy kalc kristály, az a szép kristályot, aminél látszik, hogy a felülete ilyen, ugye a széle nem szabálytalan, hanem szép síkok vannak. A kristályok először pont a síkok alapján kezdték osztályozni, hogy a síkok között milyen szögek és milyen összefüggések vannak benne. Aztán látszik a másik két kristályban is, hogy ugyanilyen síkok határozzák meg, azok milyen kristályok, hát a kuma lehet tudni, hogy valamit írva, de nem látszik. Én ezeket az ábrákat a Révai lexikonból szedtem ki. Na most, tehát ezekben az atomok ilyen szépen elrendeződnek, ezt már csak később lehetett látni, amikor röntgen diffrakciós módszerrel az atomok helyzetét sikerül a kristályon belül megtalálni. Tehát az, hogy az atomok, molekulák, stb. Áll, abban hogyan vannak az atomok. Ennek ismerjük a legnagyobb sikere, akár nagy sikere volt az, amikor a DNS 2-es pirányára rájöttek. Azt is úgy jöttek rá, hogy a DNS-t először kristályos anyagot kellett kivizsgálósítani, és ha a DNS már ki volt kristályosítva, akkor egy röntgen diffrakciós módszerrel rá lehetett jönni a gyönyörű szép kettős pirátra. Na most akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ez az atomnak a mozgását megnézni. Hát van egy atom, mellette vannak a különböző atomok, hát ahogy egyesül az atom, ha az egyik atomot kitérítjük, az meglődik a következőt, a harmadikat, a negyediket, és így tovább. Tehát minden atomot meglőd, és így valamilyen mozgást ki tud alakulni az anyagban. Hát erre kéne egy modell felállítani. Na most a modellnek az a lényege, hogy egyik az, hogy jellemző legyen, tehát tényleg a valósághoz legyen valami köze, de hogyha pontosan a valóságot akarjuk leírni, az nem a modell, hanem az a valóság. A modellnek egy másik lényeges dolog az, hogy áttekinthető és egyszerű legyen. Tehát lényeges az, hogy olyan legyen, amit meg tudunk mondjuk matematikai tudjuk kezelni, némely esetben ez fontos, némely esetben az fontos, hogy tudjuk, hogy milyen effektusok vannak benne, mik amik a lényegesek, mi ami nem lényeges. Tehát itt most csinálunk minden lineáris Lász modellt, ez a szilárd anyagnak egy modellje, de olyan modellje, amit különbözőképpen át tud tekinteni. Ez azt jelenti, hogy vannak atomok, ezek az atomok itt ilyen pontok csak, és közöttem úgy képzeljük el, mint hogy a rugókkal lenne összekötve, tehát ha a rugót összenyomjuk, akkor vissza ki akar távolulni a rugó, és van egy egyensúly hossza, és akkor az egyik atomot megrövjük, a rugót összenyomjuk, az a rugó tolja a következő atomot, egy következő pontot is, és így tovább. És ezt egy lineáris látszat. Persze ez nem az igazi anyag, az igaz anyag háromdimenziós, és sokkal bonyolultabb a kölcsönhatás, de hát azért ez valamit láthatni engem abból, hogy milyen egy igazi anyag, és ebben milyen rezgések jönnek létre. Hát ha most erre fölírjuk a mozgás egyenletet, az mindenki tudja, hogy a tömegszerű gyorsulás egyenlő az erő, amit megfelelően ráhatunk. Tehát a gyorsulás az egyedik tömegpontnak a gyorsulását mi v
vízszintes irányba. Tehát az is egyszerűsítés, hogy itt minden atomot föltesszük, hogy vízszintesen mozdul el csak. Tehát minden egy dimenzióban van, tehát vízszintesen helyezkednek az atomok, és vízszintesen mozdulnak el, akkor ott van az x-ennedik atom, az n-edik atom, előtt az n-1-edik, utána az n-2-edik, az n-edik atomnak az elmozdulását x-ennel jelöljük, az n-1-et x-n-1-nek, és így tovább az n-1-et x-n-1-nek, akkor a tömegszer gyorsulás, amit én x-en két ponttal jelöltem, az egyszerűen az egyik, ugye az erő, de az erőt a n és n-1 közötti rugónak a hozváltozása okozza, és így jön ki az, hogy az mínusz d-szer, ami oda van írva, egyik rugó hossza, és a mínusz d-szer a másik rugó hossza, és ha ezt átrendezzük, akkor a alul lévő kifejezést kapjuk. Tehát itt ez az elmozdulás függ az időtől, minden atomnak, és attól is függ, hogy mennyi az ellenes, hogy melyik atomról, melyik pontról van szó, az n-edikről, n-1-edikről, stb. Na hát akkor nézzük meg, hogy ennek milyen a megoldás ennek az egyenletnek. Hát ennek az egyenletnek a megoldását legegyszerűbben úgy lehet kezelni, hogy fölírom, hogy az x-en az valamilyen koszinusz omega t minusz k szorászor l. Ahol az omega, az a körfrekvencia, azt tudjuk, hogy az ismert, az a két hiper a nagy tét, tehát két tízra frekvencia. A két pit azért visztük bele, hogy ne kell mindig kiírni a két pit. A k pedig, ezzel analóg mennyiség, a k-t úgy hívjuk, hogy hullámszám. Azért hívjuk hullámszámnak, mert nem a terülsítővel függ össze, hanem a hullámhossza a lambdával. És a hullámszámnak azt hívjuk tulajdonképpen, hogy egy méter hosszban, hány hullám van benne. Tehát ha 1 méter hosszban 20 hullám van benne, akkor a hullámszám az 1 per, hogy van 20 per 1 méter, ugye? A dimenziója az 1 per méter, ez a k. Na most a k-ba is lesz tud venni a két pit, amit, és akkor azt mondjuk, hogy a ciklikus hullámszám, ugyanúgy nem körhullámszámot mondunk itt, hanem ciklikus hullámszámot, ugyanúgy a körfrekvenciánál ugye van frekvencia, meg körfrekvencia, itt van hullámszám és ciklikus hullámszám. Na most ezt a, de a, általában, amikor beszélünk, a ciklikus szót elfelejtjük, ugyanúgy, mint sok esetben a körfrekvenciát is elfelejtjük, és omegát nevezünk frekvenciának, hát ez egy nem precíz beszéd, de hát ilyenek előfordulnak minden nap életben. Na most akkor ez hogy mozog? Hát a mozgásot itt lehet látni, például ez egy modell eleve, hogy mozog. Hogyha az, ugye ezt erre kitérítem, akkor ez lögdösi a többit, és mindegyik elmegy errefelé. Hát azért tudja lögdösni, mert ezek a kis súlyok itt csatolást hoznak közöttük, ezek jellemzik a rugót, ezek a kis súlyok, ezek sokkal könnyebbek, mint ezek a súlyok. Bár nem úgy néz ki, mert ez a súly néz ki ugye kisebbnek, de ez alumíniumból van, ez pedig valamilyen, ez pedig van valószínűleg vasból. Na most itt ugyan van, lehet transzverzális hullámokat is csinálni, lehet longitudinális hullámokat is csinálni. Abban a föntiben hát csak longitudinális lehet csinálni, mert a modell az csak ezt engedi meg. Na most van egy másik. Másik modell is, az ez. Hát ez nem teljesen ilyen, mert ugye nem mozognak az atomok egymás mellett, hanem ez egy drótra, egy acél drótra van ott forrasztva ezek, és ha igen, meglöktöm, akkor a mellette lévő rögtön mozog, és itt már elég sok van benne, mert az atomnál az a fontos, hogy elég sok legyen benne. Na most, ott van a megoldás, hogy olyan alkot keresem, hogy koszinusz omega t minusz k szor a szor n. Nézzük meg, hogy az omega az a frekvencia, a t az idő, a k azt mondtam, hogy a hullámszám, és az a szor n pedig azt jelenti, hogy a végétől milyen messze vagyok. Ha mindenek a távolsága a, akkor az a szor n az azt jelenti, hogy ez a távolság, amit itt vagyok. Hát ez a koszinusz omega t minusz k szor a szor n, az egy olyan hullám, amelyik hát mellett halad, hát ha így állok, akkor a pozitív felé halad, ugye? Pozitív tenger felé halad, mert az idő nő, akkor az n is nő, tehát ha nagyobb n-hez később kerül a hullám. Tehát ez egy olyan hullám,
meg lehet szépen nézni, amely így erről elfelé terjed, ez egy ilyen hullám. Látsz, ugye szépen terjed, és megy arra felé. Most már nem jó. Tehát még egyszer, így. Most a... De ugyanúgy egy jó megoldás ennek biztosan az is, hogy a másik irányba terjedő hullám, amikor erre terjed. Most az történik, hogy innen visszaverődik, és akkor már zavaró, de amikor így terjed rá. Így látszik. Csak most visszaverődött, akkor terjed a másik irányba is. De hát elég hosszú lenne, akkor nem verődne vissza. Tehát egy ilyen hullám. Na most, én ezt a hullámot sokféleképpen írtam fel. Tehát, ott van ugye az X, ott egy kicsiben szerepel, az X-el egyenlő, nekem van, volt itt egy ilyen mutatópálcám is. Tehát akkor mutatok, ezt a mutatópálcát azért nagyon szeretem, mert remeg az ember keze vele, és nem lehet jól figyelni. Ez majdnem olyan, mint amikor valaki mesél a számítógépben. Na nézd, akkor így kell csinálni, ma azt megfogom, ide teszem, rákattintok, és mi azért megtalálja, ma azt már ötödiket kattintott rajta az illető. Na, tehát X-en egyenlő A szor koszinusz omega tégulusz K szor R. Ez egy hullám, amelyik a pozitív irányba terjed. A másiknál itt egy pozitív jel van, ez egy hullám, amelyik a negatív irányba terjed. Azt mondhatjuk, ez a két alapmegoldás létezik, és ebből az alapmegoldásból sok megoldást lehet gyártani. Mert az egyenletű pont olyan, hogyha én megoldom, az van egy A konstans elől, ott, ugye? Ha az A konstans az 5, az ugyanúgy megoldás, az A konstans 7, mert minden attól jobban terjed ki, és a rugó alányosan jobban nyomódik össze, minden rugó, tehát ugyanúgy jó megoldás. De ha van két megoldás, akkor annak összege is megoldás, és ebből a két megoldásból különböző más megoldásokat lehet csinálni. A következő megoldás, például, ha ezt a kettőt veszünk alapul, ez annyira különbözik, csak amire színuszt írtam, hogy az idő máshonnan kezdve. Tehát amikor egy ilyen megoldást csinálok, az erre megy, ha a tét onnan kezd, középről indultam ki, és így csinálom, akkor ez egy színusz volt. Hogyha én itt vagyok és sebességet adok neki, tehát onnan veszem az idő számítást, akkor egy koszinusz lesz. És ebből a két megoldásból ki lehet hozni tulajdonképpen az összes megoldást, de hát ki lehet hozni ugyan egy másik irányba megy, de ki lehet hozni olyanokat is, mint ami a harmadik sorban van ott, hogy ászor koszinusz meg a tészer, koszinusz kászor ászor lehet. Vagy jön egy színusszal, és itt koszínusz van, de még időben stb. Mert lehet, hogy állami színusz, és itt is színusz, meg különböző fázis lehetőések. Ezeket a megoldásokat álló hullámoknak hívjuk. Ezek olyanok, amikor erre is terjesztek egy hullámot, meg erre is, és kialakul egy álló hullám. Ugye így. Ez egy nagyon szép kis frekvenciával, ha gyorsabban csinálom, akkor ugyanezt lehet nagyobb frekvenciával is. Csak neked így. Hát nagyon hasonlít arra, amit a régi tanárunk bemutatott itt a kötélvel, csak ott ugye ott az volt, hogy a hullám a kötél hosszában nem egyforma sebességgel terjed, hanem a fönti a gyorsabban terjed, a alul már lassabban terjed, itt pedig a hullám mindig egyforma sebességgel terjed. Na most, hogyha én egyik megoldásnál erőzítem magam teljesen mindegy, hogy melyiknél, például annál, hogy fölülre fölírtam, hogy ászor koszinusz omega tégulusz kászor ászor el, akkor ki tudom számolni a gyorsulást. Hát a gyorsulást tudjuk, hogy minden ilyen rezgőmozás, ami koszinuszba omega tével függ, az mit? Az omega négyzettel szorozva csak a kitérés és ellentétes irányú, tehát minusz omega négyzetszer x-en, tehát azt írtam ide. De ki tudom számolni, hogy az xn plusz egyet, illetve az xn minusz egyet, úgyhogy az n nézve plusz egyet, vagy minusz egyet írok, de azt föl lehet írni ilyen módon. És a képletünkben, az LT képletben, ami olyan már
nem emlékeznék, ha nem lenne ide fölírvált, én emlékeznék, de maguk nem emlékeznének. Ide fölírtam az, még egyszer az egyenletet, abban az xn plusz 1 minusz xn minusz x szerepel, azt kiszámítva ezt a kifejezést kapom. Tehát koszinusz kászor ászor szorzódik az xn-nek. Ha most ezt oda beleteszem, akkor egy érdekes összefüggés jön ki belőle, az, hogy az omega négyzet, az két béter egyszer egy plusz koszinusz kászor ász. Tehát omega és a k egymással nem független. Ha megmondom, hogy mi esik, hogy mennyi a hullámhoz, akkor megjön, hogy mennyi a lengésidő, illetve ha megmondom, mennyi a hullámszám, meg a mennyi a frekvencia. Hát ez tulajdonképpen igaz a fénynél is. A fénynél egyszerűen a hullámhoz per a perülős idő, az pont a fénysebesség. Ott ez nagyon egyszerű. Itt ez nem olyan egyszerű, mert van benne egy koszinusz, és a különböző mennyiségek, azok különböző képen alakulnak ki. Na most, ezt a kifejezést, ami itt van, hát ha az ember jól ismeri a szögfüggvényeket, azt akkor át lehet alakítani ilyenre. Ugyanúgy ezeket is, aki jól ismeri a szögfüggvényeket, hogy ebből a kettőből ezt is ki tudja keverni. Tehát, aki jól ismeri a szögfüggvényeket, az ebből ki tudja számítani ezt. És ha négyzetet vonunk belőle, akkor ez lesz, ez a mennyiség lesz itt. Én itt egy abszolút értéket írtam, mert hát elvárjuk a frekvenciát, a körfrekvenciát, hogy pozitív legyen. Ha nem várnánk el, akkor lehetne negatívot is beletenni, teljesen mindegy, mert a koszinusz függvény úgyis páros függvény, és tehát azt jelenti, hogy a omeg, hogyha az argumentum már mínusz egyre rázható, ugyanaz lesz. Tehát ezt én azért, de abszolút értéket írok, csak ezt a függvényt én ábrázolni is tudom. De mielőtt még ezt a függvényt ábrázolnám, egy érdekes tulajdonsága van ennek egész megoldásnak. Hogyha én a k-t eltolom, a hullámszámot, tehát pontosan két literával, és beteszem a megoldás képletébe, tehát megoldom abból, hogy az x-en emlékeznek az a-szor koszinusz omega t minusz k-szor a-szor n volt. Akkor a k-szor a-szor n-ben két piper a-szor a-szor n-t hozzáadok, ami egyszerűen azt jelenti, hogy két piper egy egész számot hozzáadok. És tudjuk, hogy a koszinusz tétel az teljesen periodikus két piper, a semmit nem jelent. Hát akkor ennek kell lenni egy fizikai hátterének is, hogy ez mit jelent, hogyha két különböző k-t veszek. Hogyha én két különböző k-t veszek, akkor, tehát veszek egy k-t, vagy egy k plusz képtitelen lesz, a k plusz képtitelen az nagyobb, az azt jelenti, hogy ott a hullámhoz kisebb. Na most, hogyha nekem van egy színusz hullám, itt látszik, ez a színusz hullám, ez tartozik az egyik k-hoz. A hullám hossz az ennyi. Ha most én a k-hoz képtitelát adok, akkor sokkal rövidebb ez a hullámhoz, ez lesz a piros görbe. Ezen ugyanúgy rajta vannak ezek a pontok, tehát ez ugyanolyan jól leírja, csak az elmozdulások minden ugyanazok. Tehát ez ugyanaz a mozgás lesz. Teljes egészében ugyanaz a mozgás. Tehát akkor azt jelenti, hogy a k-t én nem nincs értelme az egész számegyenesen venni, csak azokon, amik úgy szépek, valahol úgy kell választani egy két méter a hosszúságú szakasz. Hát melyik lesz a két piper a hosszúságú szakasz? Ez a minusz piper a és a piper a, mondjuk, hogy ez a szakasz lesz. Na most ez itt elég egyszerű, csak egy szakasz lesz. Három dimenzióban, kristály szerint ez sokkal bonyolultabb. Ez a kristálynak valamilyen megfelelő, kristály szimmetriával rendelkező alakzatot lehet kiszedni. Ezt úgy hívják, hogy Grönland-Zonovát nem kell megegyezni, nem olyan érdekes, de hát mindenképpen ezt a így sokkal egyszerűbb lesz abban nézni a kárt. Na most a másik képletben is, itt a frekvenciában ugyanaz képletben előírtunk, abban is, hogyha a kárhoz hozzáadunk egy képítel át, akkor a színuszhoz egy pit adok hozzá, ha a színuszhoz egy pit hozzáadok, akkor a meggondoljuk körbe megyünk pont előjelet át, de úgy is lehetünk egy abszolút értéket, akkor az ott sem fog számítani, tehát a frekvenciában sem számít semmit.
Na most ilyen módon tehát nekünk vannak káink, hullámszámaink, de azok be vannak ebbe a mínusz piperá, plusz piperá dobozba zárva. Tehát csak egy bizonyos véges értelmezési tartománya van. Na most még itt ennél valamilyen módon, ez ugye azt mondtuk eddig, hogy ez végtelen hosszú. Na most ez végtelen hosszú, ez teljesen jó, ezzel nem kell semmi, nincs semmi problémánk, de valahogy szeretünk valahogy mi a végessel számolni. A végtelennel mindig sok baj lehet, ugye? Ezt már tudjuk régen, hogy matematikából is, hogy például ugyanannyi, hogy vannak páros számok, és van az összes szám, és megkérdezik, hogy melyikből van több. Hát tudjátok, persze, hogy a páros számból van több, mert kétszer annyi van. De hát ha minden számhoz tartozik egy páros száma, az ő duplája, akkor pedig ugyanannyian vannak. Na most mi a helyzet? Tehát a végtelennel lehetnek problémák, amit a matematikusok megoldották, tehát hogyha ezt nem akarjuk végig gondolni, akkor jobb lesz úgy gondolkoznunk, hogy véges számú pontot kell csak kitalálnunk, tehát hát valami ügyes dolgot lehet csinálni, hogy a véges lesz. Hát ilyen rás, hát ilyen modell nem még itt van, ugye? Csak az xn az nem csak végtelené, hanem csak végességet okozott nekem problémát is, mégpedig abban, hogy amikor a szép hullámot csináltam, a másik végéről visszaverődik a hullám, és azért tehát nem tudok egy szép haladó hullámot egyértelműen megcsinálni. Visszaverődik és jön vissza. Ha ez nagyon hosszú lenne, akkor lehetne csinálni haladó hullámot. Na most, itt csinálok hozzá egy ilyen periódikus határfeltételt, amit sokat használnak, azt jelenti, hogy ide elképzelek még egy ilyet. De nem csak még egy ilyet, nem egy hasonlót képzelek el, hanem egy azonosat. Ez ami az előző adásból is a csoport alapítás nem szerepel, hogy lesz majd egy azonos világ is, ami teljesen azonos, mint a miénk. Itt nem csak lesz, hanem ide képzelek egy teljesen azonosat hozzá, amikor nem csak az, hogy ugyanaz a feltétel van, tehát ugyanilyen fekete és ugyanígy vannak rajta ezek a tudacskák, hanem az is, hogy amikor ez a lúd fölfelé megy, akkor itt is ez a lúd fölfelé megy. És ezt hívjuk úgy, hogy periodikus határfeltétel, mert csak az olyan állapotokat nézzük, amikor ez ugyanúgy megy, mint az. Hát lehet azt is mondani, hogy ezt leállítom, és akkor végül visszaverődik, nézzék meg milyen szépen. Látják? Merre fordul? Vagy ezt szabadon hagyom, és akkor ez a szabad falról visszaverődik. Ezt tanulták optikában, hogy a merek falról ellentétes fázisba verődik vissza, ugye? És a szabad falról azonos fázisba verődik vissza. Ez éppen látszik is, ugye? Ezt még egyszer megmutatom. Ez a merek fal, és ez a szabad fal. De mindenképpen visszaverődik itt a bal. Hogyha én ezt ugyan azt mondom, hogy menjen így, és akkor itt el tudom menni tovább, akkor nem verődne vissza, és akkor egyszerűbb lenne a dolgom. És ezért én föltételezem, hogy ez itt megint ugyanaz létezik, megint ugyanaz, stb. Hát ezt úgy is el lehetne képzelni, hogy valahogy összehajtom ezt egy körre, és úgy, ahogy ott rajzoltam be. De akkor ez azt jelenti, hogy ez nagy n darabból áll, hogy az x-en azonosan ugyanaz, mint az x kisebb plusz nagy n. És ugye ez pontosan ebből azt következik, hogy ha megnézzük a megoldást, hogy a k-szor a-szor n-nek, ami ott van a szélén, a koszinusz omega tévülsz k-szor a-szor n-nek ugyanannyira kell lennie. Akkor ez csak két pinek egész számával lehet eltolva. Tehát a k-szor a-szor n-nek, nagy n-nek, ezért két pinszer egy egész száma, ezt egész számot p-vel jelölöm, és így a k is le van rögzítve, hogy két pi per a-szor n-szer p. Vegyük észre, hogy a-szor n pont ennek a hossza, ami periódikus hossz, ennek a hossza. Na most, hogyha felrajzom az a függvényt, hogy omega egyenlő négyzetük alatt d per m szer színusz k-szor a per 2 abszolút értéke, akkor ez a függvény itt van. Hát én ezt egy számítógép programban rajzoltam föl, hát úgy, hogy az m-et 1-nek, tehát a d-t 1-nek is
átsejtek. Ez látszik, hogy egy színusznak egy darabja. És ebben ott vannak egyenletesen elosztva ezek a K-pontok, és itt összesen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hogy van? 1, 2, 3, 4, 5. 14 darab az N. Ha 14 darab az N, akkor ott is a pöttyös száma is 14, az meg lehet számolni, ezt mondta annyi. És hát minden pöttynek valamilyen K tartozik hozzá. Például a nulla pötty, ugye két pippen nulla, az nagyon nagy, nem? Ez az a, meg, az a módus, ez módusnak hívjuk, amikor egész így mozog. Ugye? Tehát a hullám hossza az nagyon nagy, hát most már. Aztán lesznek egyre rövidebb hullámhosszok, én, hát ha nem is tudom, hogy gyorsan, és a végén lesznek ilyenek, amik így mozognak. Ellentétes. Ez van pontosan a Piper ágyája. Amikor egy, tehát így mozog. Így. Ezzel nem tudom megjelenni. Igen, jó így, lehet így is, ugye? Na, de minden atom ellentétesen mozog, tehát egyik felé, másik felé. Tehát ilyen módon alakulnak ki a mozgások, és ez van egy egydimenziós lineáris láncban. Na most, mi a helyzet három dimenzióban? Hát a három dimenzió az nagyon bonyolult. Ugye? Három dimenzióban például az arany-diszkrét relációja, tehát az a függvény, amire mi azt mondtuk, hogy omega egyenlő gyök alap 4t per m szer színusz kászorát per 2 abszolút érték lézer, így emlékeznek, hogy a képlet, ehelyett ez egy bonyolultabb képlet, mert egyébként nálunk csak rongyos hullámok voltak. Egy háromdimenziós rásban vannak longitudinális, meg transverzális hullámok is. Legalábbis ezt gondolnák. Tehát... Tehát meddig van idő? Mert, na most ez tulajdonképpen annyiban igaz, hogy három módus van. Tehát, de ez a három módus nem egyértelmű, hogy mindig meghatározza, hogy melyik longitudinális, melyik transverzális hullám. Longitudinális az, ha erre terjed a hullám, így lezeg, vagy így lezeg, vagy így lezeg. Mint lehetséges, hogy erre terjed a hullám, és így ilyen lezeg van, felterjed. Csak a szimetria irányokban van longitudinális, és az egész függvényt nem lehet ábrázolni, mert a K az, amelyre a hullám terjed, ott az vektor, és akkor egy ilyen kockával lehetne mondjuk egy köbös anyagnál elhelyezni a hullámszám vektorokat, és ebben különböző irányokba szokták csak lemérni. Tehát itt vannak ezek az irányok, ahol lemérjük. Most nézzük meg, vannak olyan irányok, ahol három vonal van, az azt jelenti, hogy ott van egy lömeg T1-T2, két transzverzes longitudinális, így nevezzük őket, de van, ahol a kettő egybeesik, és csak két vonalat látunk, például ott longitudinális, meg transzverzális, mert a két transzverzásnak ugyanaz a frekvenciája. Nos, ez egy ilyen bonyolult dolog. Honnan tudják az emberek, hogy egy anyagnál ez milyen? Ez az érdekes dolog, hogy ezt ki lehet mérni. Hogyan lehet ezt kimérni? Hát a legegyszerűbb kimérés az a neutron szórással van. Veszünk egy atomreaktort, például fönn van a csillevércen, egy atomreaktort, és ebből az atomreaktorból jönnek ki neutronok. Na most kijönnek ebből a neutronok, és ezeket a neutronokat megcsináljuk, hogy azonos energiájuk legyen. Hát ezt nagyon egyszerű megcsinálni, ide teszek egy lukat, amit néha bezárok, kinyitok, ide egy másik lukat, amit néha bezárok, kinyitok, és tudom, hogy ha mennyi idő múlva nyitom ki ezután ezt, akkor csak azok a neutronok jönnek, amik meghaladt a sebességük, ha meghaladott a sebességük, akkor egy-kettő rendszer lényegzett az energiájuk. Tehát tudom az energiáját is. De tudom nem csak az energiát, a sebességét tudom, az impulzusát is tudom, mert tudom a tömegét, és tudom a sebességét. Tehát tudom, hogy milyen impulzussal jönnek be. Na most ezután azok a rezgések, amik itt vannak, azoknak is van energiája, meg impulzusa a kvantummechanikában. Az energiája H-nál szól omega,
Az impulzusa pedig ugyanúgy, H-vonás szokkával, H-vonás az, H per képűt jelent, azért, hogy omegának kiesen a képűje, és illetve a K-nak is kiesen a képűje, azért, hogy H-vonást írunk, az azt jelenti, hogy H-hozta a képűjét. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy H-szor mű a frekvencia, vagy H-szor K, de ott a K az nem ciklikus hullámszám, hanem a hullámszám valójában. Tehát és ezeket fononoknak hívjuk, mert a fonon az hangot jelent, a foton pedig fény, és annak analógiájára meg majdnem úgy viselkedik, de azért mégsem. Na most ezután bejön a neutron, és ütközik ezekkel a hullámokkal. Tehát amikor jön egy neutron, meglöki ezt, és akkor keletkezik egy hullám. És ő is más szögbe jön vissza. És így azzal, hogy nézzük, hogy milyen szögbe jön vissza a neutron, abból ki lehet találni az irányt, ki tudom megint két lukkal, amit csukogatok, nyitogatok, vérdél, milyen energiája van, tudom az irányt, tudom a sebesség abszolút értéket, akkor tudom a sebességet, abból tudom az impulzust is, meg az energiát is. És ha tudom, mennyi energiát vesztett el, tudom, mennyi impulzust vesztett el, ezt pedig ezből szedte, a fononokból szedte ezt, és ilyen módon ezt a fonon diszperzős lációt, ezt gyönyörű szépen ki lehet vérni. Tehát azt a görbét, amit az előzőben láttuk. Nem, ezt a ugye még egyszer megmutatom, hogy melyik görbét. Ezt a görbét, ami itt van lent, ezt ilyen módon látják, sok-sok pontban ki lehet nézni. Na most, hogy ez megvan, akkor egy csomó tulajdonságát ismerik az anyagnak, olyan tulajdonságát, mint például a fajhőjét ki lehet számolni. Ki lehet számolni a hővezetését is bizonyos közelítésekkel belőle, meg egy nagyon sok tulajdonságát, amit meg lehet határozni. Na ez, amit én el akartam ezzel kapcsolatban mondani, és hát ha van kérdés, akkor nagyon szívesen.